Sziasztok! Szerintem tudjátok, hogy a Conteókat nem igazán szeretem, és ezt nem nagyon szoktam tolerálni. Ez a videó nem azoknak szól, akik szeretnek madárkákat meg felhőket nézegetni a YouTube-on. Ez egy teljesen más kategóriájú videó lesz. Egy Conteó születésének láthatjátok most a pillanatait, és ez egy jó indulatú Conteó lesz, úgy érzem, és lehet, hogy nem is Conteó. Ez egy elmélet. Aztán lehet, hogy van mögötte igazság. Tudjátok, a Conteókat azért nem szeretem, mert általában nagyon kevés az igazságtartalmú, mert mindent össze-vissza magyaráznak benne. Próbálom viszonylag korrekt módon kifejteni, amiről szó lesz. És tudjátok, amikor már az ember a bőrén érzi, akkor ez egy teljesen más téma, mintha csak úgy beszélgetnénk valamiről. Tudjátok, hogy felvezessem a témát, szerintem, hogy orosz termékekkel foglalkoztam, és ezt a háború teljes mértékben tönkretette, ugyanis extrém módon nehéz bármilyen terméket beszerezni, nagyon különleges tanúsítványokra van szükségem ahhoz, hogy bármi működjön, és nagyon nehezen tudják megoldani a készülékek legyártását, a technológiák fejlesztését, és nem panaszkodni akarok, hanem tényeket mondok. Ha ez nem lenne elég, a tegnapi napnak a tapasztalatait fogom elmesélni, és annyira szürreális, aztán az a kép, ami össze fog állni, az még szürreálisabb, hogy ebből én csak egy következtetést tudok levonni, ami azt kell mondjam, hogy talán logikus. És az, hogy logikus-e vagy nem logikus, én ezt nem tudom megítélni, ezt ítéljék meg az orvosok. Ez az ő feladatuk. Pszichológusok, pszichiáterek és orvosok, szóval ideggyógyászok konkrétan. Hogy miről lesz szó? Arról lesz szó, hogy először is a háború, ami most zajlik Ukrajna és Oroszország között, ez egy szürreális háború. Egy olyan nézőpontot fog nektek most mutatni, amiről szerintem még nem beszéltek, mert én ezt napi szinten élem meg. Nem háborúban vagyok, nem Ukrajnában vagyok, hanem a cégem egy olyan történettel foglalkozik. Vannak bizonyos eszközök, amelyek Ukrajnából jönnek, hivatalos módon, és hát tranzakciókat, pénzügyi tranzakciókat kell indítani. Tehát még egyszer mondanám, hogy ez nem kamu ez a videó. A sok YouTube-os izével ellentétben. Na mindegy, erről nem is akarok beszélni. Mutatok egy kis valamit. A dolog szépsége az, hogy bár háborús körülmények vannak Oroszországban, mégis az emberek, és nem reklámvideó, csak mondom a téma kedvére, ez fontos elmondani, hogy a háború ellenére mégis próbálnak az emberek valami jót tenni, értetek, az emberiségért, hogy valami fennmaradjon, valami megmeneküljön, valami túlélje. És ezért olyan berendezéseink vannak, amelyet itt mögöttem is tesztek, mint például az Zenpeak modulátor, ez az egy még így van Bécsben, aztán a többi az meg ki tudja. Ebből is még van egy-két darab, a többi az ki tudja. Ez ilyen kis falba dugható cucc, ami bizonyos szintű védelmet tud biztosítani, leírást a webshopban megtaláljátok. De hogy ilyet akartam volna még rendelni, hogy bekerüljön a webshopba? Ugye a cégem az úgy működik, hogy reális, valós, osztrák, kutatófejlesztő cég. És banki tranzakciókat kell indítanom. Szóval banki tranzakciót akartam indítani, mint ahogy eddig ezt tettem. És simán SEPA transfer egyébként. A bank azt mondta, hogy ezt nem lehet megoldani. Hát mondom, hogy mi a probléma. Tehát eddig alapesetben az osztrák propaganda arról beszélt mindig, hogy Ukrajnát támogatjuk. Hát mondom, ez pont egy ilyen dolog, hogy én cégesen, számla ellenében egy céges transfer szeretnék indítani, és indokolt, hogy miért kell nekem ezeként egy speciális tápegységet szerettem volna vásárolni, ami több mint 1000 euróba kerül. Most ezt a tranzakciót a bank úgy állította meg, hogy azt mondta, hogy figyelj csak, és itt jön a dolognak a lényege, ha még eddig nem rázódtál volna bele a videóba, mi kell a banki tranzakcióhoz? Egy IBAN szám, meg egy Big Swift kód. Dehogy. Ha háború van, hát akkor más a sztori, srácok. Teljesen más a sztori. A sztori az, iszonyat komoly, tehát még mindig pislogok, tényleg, tehát nem teljesen tértem még magamhoz a sztori fölött, és azért gondoltam, gyorsan elmondom nektek, hogy ezzel ti is képbe legyetek, hogy ez van. És abszolút mértékben szürreális, és rendkívül mértékben szomorú a sztori, és bizonyítja azt, hogy nincs intelligencia, nincs realitás jelenleg a társadalmunkban. Azt hiszük, hogy az emberek intelligens emberek, vagy intelligens emberek irányítanak esetleg minket valamilyen szinten, azt kell mondjam, hogy nem. Tehát a sztorit mégiscsak folytatva.
A banki tranzakciónál azt mondták, hogy ezt ilyet nem lehet csinálni, és akinek küldöm a pénzt, kérték azt, hogy ő hol lakik, hogy hívják, hol született, mikor született, milyen városban született. Hát mondom, ez igazából ez miért fontos, és elkezdtem beszélgetni azzal, akinek ezt a pénzt gondoltam, hogy küldöm, tehát a gyártócég, az egyik gyártócég, mert több gyártócéggel álló kapcsolatban. És amíg ez teljesen normálisan és legálisan működött eddig, most valami történt. Tudjátok, hogy mi történt? Az történt, hogy Ukrajnában, aki hadköteles, és pénzt kap a bankszámlájára, behívót kap. Rosszabb esetben kimennek hozzá, és elviszik. Na de itt a történet nem áll meg, ez egy nagyon csúnya dolog, de azért van egy-két csavar a dologban. Az első csavar az, hogy az illető, aki Ukrajnában él, orosz állampolgár. A második csavar az, hogy bár orosz állampolgár, ukrán személyigazolványa van. A bank ezt a tranzakciót megállította. Én úgy vélem, hogy teljes mértékben etikátlanul, bár azért azt hozzátenném, hogy valószínűleg föltük álló szabályzást kellett végrehajtania. A dolog pikantériája az, hogy így mélyebb belátást kaptam azzal kapcsolatban, hogy egészen konkrétan mi történik, hiszen nekiálltam beszélgetni azokkal az emberekkel, akik Ukrajnában élnek és Oroszországban. És egy olyan történet kezd kialakulni bennem, ami úgy gondolom, hogy több konteóra is okot adna, de én mégiscsak egy másik fajta konteót szeretnék megfogalmazni. Ami még egyszer mondanám, hogy egy elmélet, és nem azt akarom, hogy egy konteó létrejöjjön. Egyszerűen ezt jó lenne, ha megvizsgálnák a szakemberek, mert én ezt már nagyon-nagyon furcsálom. Ezt a nagyon-nagyon furcsálom kijelentést, ezt nagyon-nagyon sok felkiáltó jellel vegyétek szerintem. Egy beszélgetést szeretnék idézni, és a beszélgetésnek a tematikája pedig az, hogy valójában, ami Ukrajnában jelenleg zajlik, az egy katonaállam, az egy katonai diktatúra. És a katonai diktatúra az nem attól diktatúra, mint ami Magyarországon van, és azt mondjátok, hogy diktatúra van, mert Viktor ezt csinált, meg azt csinált. A diktatúra az nem ilyen. És nem Viktort akarnám védeni, mert se pró, se kontra, én nem tudom, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Nem Magyarországon élek már lassan 10 éve. Viszont azt látom természetesen, milyen inflációk vannak, és milyen problémák, de azt lássátok, hogy Európában is komoly problémák vannak. Ez nem egy politikai műsor, nem egy politikai csatorna, egyszerűen nem tudok emellett elmenni, amit most beszélek. Szóval idéznék egy embertől, aki egy céget vezet, vagy próbál valamit csinálni, próbál az embereknek segíteni, így talán jobb a megfogalmazás. Ő az, aki orosz állampolgár, ukrán személyigazolvánnyal. Amerika valójában háborúban áll jelenleg Oroszországgal. Ezt a háborút Ukrajnában vívják. A cél Oroszország meggyengítése és elpusztítása. Én az elpusztításban azért én kételkednék, de ő most ezt így látja. Nyilvánvaló, hogy az európai országokat berángatták ebbe a háborúba. Valójában Amerika a világvezető geopolitikai kérdéseit oldja meg. Ukrajnának senki sem segít igazán. Ez a pénzügyi és fegyverkezési segítség csak kölcsön, amelyet aztán vissza kell fizetni Amerikának és Európának. Reálisan nézve, Ukrajnának nincs és nem is lesz lehetősége visszafizetni őket. Ezt mindenki nagyon jól tudja. Ezért fogják elvenni az ukrán földet és felosztani maguk között. Már majdnem megegyeztek egymás között Amerika, Oroszország, Lengyelország, Magyarország és Románia is igényt tart a területekre. Magyarország például nemrégiben is hivatalosan területi igényeket támasztott Ukrajnával szemben. Jó, ezek nem az én állításaim voltak, ezt Ukrajnából látják azok, akik ott vannak, és akik napi szinten a háborúban részt vesznek, vagy éppen elszenvedik azt. És csak hogy nagyjából képben legyetek azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki Ukrajnából jöhet és menekült, és nyilván vannak különböző mennemondák Facebook csoportokban, meg erre arra, hogy hát ez biztos, hogy ilyen meg olyan ember, meg katonák jönnek át, meg nem tudom kik jönnek át, meg csak a prostik jönnek át, és hasonló szövegek. Egy kicsit más szemszögből szeretnék rávilágítani erre a témakörre.
A menekül státusz miért nem megoldható általában? Azért, mert az ukrajnai kijárat le van zárva. A határon azonnal elviszik, és fogdába küldik a harcképes vagy hadköteles embereket. Ja, és azonnal a frontra viszik őket. Azt írja, hogy nem tudjuk elképzelni, mi történik Ukrajnában. Az embereket egyszerűen elkapják az utcán a TCC alkalmazottai, és a rendőrség jelenlétében háborúba, a mészárlásba küldik őket. Most Ukrajna szerte ellenőrző pontok vannak, ahol megállítják az autókat, kihúzzák a behívókorú fiatal férfiakat a kocsikból, és erőszakkal katonai sorozási központba viszik őket, majd a háborúba küldik őket. Ukrajnában nincsenek emberi jogok, nincsenek szabadságjogok, nincs alkotmány és nincsenek törvények. Ez egy katonai diktatúra. Én tényleg csak egy kérdést fogalmazok meg ezzel kapcsolatban, mert tudom azt, hogy Ukrajnában sok orosz él, és Oroszországban is sok ukrán. Az én szemszögemből, az én nézőpontomból egy nemzet. És egy nemzet gyilkolja egymást. Tudom, hogy ez nem egy mézes-mázos videó, és nem a kis felhőkről, meg bárányfelhőkről, meg a kölcsök a fényt történetről van szó. Egyébként a bogarak is azt teszik. Na mindegy. Hanem megpróbálok a valóságról beszélni. És a valóság az az, hogy ez nem reális. Ez teljes mértékben szürreális. Ez teljes mértékben logikátlan. Ez teljes mértékben elképzelhetetlen. Miért történik ez? Miért történik az, hogy a német gazdákat tönkre akarják tenni? Miért történik az, hogy elterelés történik, figyelemelterelés elég nagy mértékben most már, tehát most már millió embereket mozgatnak meg, hogy millió emberek nézzenek másik irányba? Miért? Miért történik az, hogy különböző demonstrációkat és tüntetéseket szítanak? Miért történik az, hogy az embereket megpróbálják tönkretenni Európában? Miért történik az, hogy az európai felső vezetésről megpróbálják elterelni a figyelmet? Miért történik az, hogy az amerikai vezetésről is megpróbálják elterelni a figyelmet? És miért történik az, hogy sok ember még hisz nekik? Én csak kérdéseket fogalmaztam meg. Van egy elméletem. Az elmélet pedig úgy hangzik, hogy a világon, és ez egy jó indulatú elmélet, a világon több millió ember elkapta a Covidot. És ennek idegrendszeri mellékhatásai voltak rendkívül sok embernél, összességében lehet mondani, több millió embernél. Én azt feltételezem, hogy tartós idegrendszeri károsodást szenvedtek azok az emberek, akik az európai és vagy az amerikai felső vezetésben vesznek részt, hiszen a döntéseik teljesen irreálisak, logikátlanok, rosszak. Ezért egy orvosi felülvizsgálata volna szerintem szükségük ebben az esetben, hogy reális és az emberiséget segítő döntéseket tudjanak hozni, mert jelenleg ezek a döntések hibásak. Osszátok bátran ezt a videót, köszönöm, hogy megnéztétek, és hosszú és eredményes életet!